Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, Call of Duty 2, kérem szépen. Tibi kolléga kérte, és még más is kérte, hogy rakjak fel Call of Duty 2-t. Ugye felraktam azt a ghostos videót, hogy rajtatok állok, hogy jövője, írjátok meg, hogy mit szeretnétek látni kódból, és írtatok, és akkor én megcsinálom, mert miért ne csinálnám, mert szeretném azt csinálni, amit ti látni szeretnétek. Nos! És ugye pár hónapja egyébként én elmentem kód 2-zni, mégpedig azért, mert tervezek egy hosszabb videót, COD 1-től COD 10-ig, hogy hogyan látom én a sorozat jövőjét, mit gondolok a különböző dolgokról, hogy alakul a Call of Duty, stb. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, akkor figyeljétek a csatornámat, mert hamarosan fel fogom dobni. És akkor ennek alkalmából mentem el játszani COD 2-t, úgyhogy van ám COD 1-es multiplayer is, de arról majd akkor és akkor majd később. Nos, addig jön egy kicsit a COD 2, mert ennek van egy kis előzői története, hogy keveredtem én bele a COD 2-be. Mikor megvettem az első gépem, ja, sokat dolgoztam, érted, de megvettem az első gépet saját pénzből, akkor jelent meg a COD 2 rá nem sokára. Nope, nem. Már meg volt jelentve a COD 2, föltelepítettem, imádtam, tehát single player, kampányt zúztam ki végig, és utána játszottam a COD 1-el. Viszont a multiplayer kampányt, mint olyat, nem mertem kipróbálni, nem is vonzott, annyira nem érdekelt ez az ügy, tehát én a single player kampányat tökéletesen megvoltam akkoriban, ugye még újonc géphasználó, hogy így mondjam, teljesen boldog voltam, hogy végre játszhatom, az egyik kedvenc játékom azóta is megmaradt a Halo, vagyis Halo, ahogy Magyarországon mondanánk, és az volt az leges-leges számítógépes játék, amit saját számítógépen kijátszottam, az a Halo volt. Utána jött a COD 2, COD 1, így ebben a sorrendben, és aztán később megjelent a COD 4 is. És ott már azt mondta, nekem kell a multiplayer. Viszont volt egy gondom, már a COD 2 is, a kis integrált videókártyámról, igen, jó halljátok, integrált videókártyámról kb. 50 FPS-sel futott lovon. Úgyhogy a COD 4 egy olyan 15 és jó esetben 20 FPS-sel futott. Ha nagyon durvább manőverek voltak a pályán, grafikai teljesítmények, akkor bizony lecsökkent az néha 5-re is. És én így is elmentem multiplayerezni, és kitoltam az első 55-ös szintemet 15 és 20-as multiplayer között. Erre nagyon büszke vagyok, nem tudom, hogy sokan kilódunk kevés FPS-sel, de én nagyon büszke vagyok. Ez, én azt hiszem, hogy COD 4 Tanulj meg küzdeni című leckét, én itt tanultam meg, hogy 15 és 20 FPS, persze az volt az 10-15-20, így kb. És az egyik legemlékezetesebb ilyen csatám, COD 4-en belül SD-t játszok, és életben maradtam egyedül 1v4. És emlékszem, hogy helyenként 10-15 FPS-sel, tehát helyenként 10, lehoztam azt az SD meccset 1v4-be, a Convoy nevű pályán, ugye. Ott azért napfény, masszív intenzitású grafika, a tűzott ég minden, na. Megkillódtam, érted, de lehoztam csípával. Tény, hogy az első kettőt kikempeltem, de utána kénytelen voltam menni a bombára, hogy feloldjam, és lehoztam. És na, ott én megtanultam küzdeni kondébe, hogy mindenért. Mikor megkaptam a mártírdomot, akkor előszeretettel megszerettem, hogy ja, már végre az volt, hogy ugye gyorsan haltam, mivel nem tudtam nagyon lekövetni az embereket a fegyverre, elgurult a gránát, bum, köszönöm, végre volt egy kilám, na akkor gyorsan haladtam a szint lépéssel, mert mindig elmentem egy ilyen shipment nemű pályára, 50-en játszottak rajta, bim, meg volt. Nos, de hogy kerültem én is mégis a COD 2 világába? Igazából ugye a multiplayer, Call of Duty multiplayer világába egy ismerősöm vezetett be, mi együtt jártunk iskolába. Ő egy nagyon profi, tehát ilyen core COD 2-es játékos volt, és én azt igazából azt kérdeztem meg, hogy hol lehet COD 4-ezni. Akkor ajánlották az X-Fire-t, és elhívott a klánjához, a szerverükre, na gyere játszál, akkor már velünk
COD 2-t is, hát nem mertem menni. Előtte játszottam COD 4-jel, mert, ja igen, akkoriban már megvettem a kis 8600 GT Nvidia-mat, és már a COD 4 is utol 125 FPS-el, jó kis CGF-fel, és akkor átmentem egy idő után egy kicsit COD 2-re is, a misztikus COD 2. Azért azt elárulom nektek, tehát van két játékos csoport, két bizonyos játékból, akiket én azt mondom, hogy respekt, és nem bántjuk és nem szólunk be nekik, és az egyik az a Counter-Strike játékosok, a másik az a COD 2 játékosok, őnekik nem szólunk be, tehát ők számomra az a kategória, akik, na igen, ha úgy átcsöppennek akármilyen multiplayer játékba, biztos vagyok benne, hogy meg tudják állni a helyüket, nem is rossz pozícióval, szóval respekt COD 2 és CS játékosok, tényleg. Szóval átmentem COD 2-be, SD volt szintén, és... hát valami csoda folytán életben maradtam, 1v1 volt már a végére, igen. Nálam egy MP40-es volt, vagy MP40-es, a franc se tudja már. A lényeg az, hogy az ellenféle, ha jól emlékszem, egy M14 vagy kar 90, rég volt már. A lényeg az, hogy távolra jobban ható fegyver. És... természetesen kilőtt, mint a szart, mert ott lövöldössz, hogy egy kis gépfegyverrel 2 centire, mi a francot akarok én itt, szóval... ja. Úgyhogy elkezdtem lövöldözni, de ő meg kilőtt, mint a sheets, headshotta, akármivel, teljesen mindegy volt, tehát éreztem, hogy esélytelen vagyok ellene, szóval ez... most egy profi klán ellen, vagy profi COD 2 játékos ellen, és mit akarod egy kezdő. És akkor írta nekem, a kiderült, hogy a haverom figyelte a killcamot, és írta nekem, hogy hát azzal a fegyverrel nehéz is lett volna. Én meg így, hogy... what? Tehát mi a fene? Azzal a fegyver nehéz is lett volna? És akkor döbbentem rá a fegyverek által nyújtotta lehetőségekre és különbségekbe a Call of Duty-n belül. Persze COD 4-ben már nem volt meg olyan szinten a fegyverkülönbség. Mert M14-jel AK-val ugyanazt a teljesítményt el tudtad érni. De mondjuk egy G3 és M14... G3 és M14, jól mondom? Ja, tehát igen, G3 és M14 között azért már voltak különbségek, és már másképp kellett lőni egy AK, és M4 között már kevésbé voltak különbségek, még akkor is, hogyha az AK animációja más volt, tehát nagyjából ugyanazt és ugyanúgy tudtál vele játszani, de azért megvoltak az apró különbségek még COD 4-ben a fegyverek között. Viszont COD 2-be... na, ott már a pálya eldöntötte, milyen fegyvert játszottál, milyen fegyvert válasz, a stílusod eldöntötte, milyen fegyvert, olyan fegyvert választottál, kénytelen voltál úgy játszani, szóval azért COD 2-ben volt, és akkor ott ragadtam egy kicsit COD 2-nél, és akkor tudta meg azt, hogy bizonyos fegyverekkel, igen, bizonyos más stílusban kell játszani, és a másik, ugye itt van, látjátok ezen a szerveren is, rifle mod. A rifle fegyverek voltak azok, amelyek megtanították a precíz célzást. Miért? Mert meg kell tanulni precízen célozni, egyrészt mert nehéz velük, meg kell válogatnod minden lövést, ugye? Mellélősz vége? Tehát egy COD 2-be egyszer kell mellélőj, amint látjátok, azért itt nálam is voltak fura jelenetek. Tehát COD 2-ben egyszer lősz mellé, ha észrevesz, halott vagy. Tehát nincs esélyed, főleg egy core COD 2-es játékos ellen, és annyira benne van a kezükben, hogyan kell lőni a rifle-le, hogy az szörnyű. Szóval, de amúgy rifle-lel lőni, vagyis ilyen egylövetű fegyverekkel lőni igazából, én nem COD 2-ben tanultam meg, ott ilyen kis gépfegyvermániás voltam, szóval ilyen kis kezdő multiplayeres mit akar, egy rifle a kezdőben, nem, azt World at War-ban tanultam meg, és mert akkor nagyon ráéreztem, van egy stílusa ennek, ugye jól néz ki, hangulatos, és nem beszélve arra, hogy megtanít tényleg a precíz célzásra, hogy finoman kövesd a dolgokat. És én World at War-ban tanultam meg rifle-el lőni, hogy szinte csak azzal lőttem, annyira megfogott az a stílus. És akkoriban jónak számító World at War grafika.
Viszont mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Ugye még voltak rá is a fegyvertípus különbségek, például ugye ez Kar 98 az egyik kedvencem, egyrészt a kényelmes célzás miatt, a másik pedig nem tudom, valahogy szeretem a német fegyvereket, ez ennyi. A másik ugye ott volt a Moisen Nugget, az orosz fegyver volt, az kb. Az a stílusú volt, hogy meghallottad a hangot, hogy előttek, akkor tuti halott voltál a valóságban, szóval, de viszont annak ugye játékban egy nagyon vékony célzó része van, és hihetetlen nehéz vele célozni, mert a szemed, az agyad fókuszál arra a legvékonyabb pontra, a fegyver csúcsra, és azzal próbálja lehetően az embert, és ilyenkor nem nézed a hitboxot. És ez a lényeg, hogy nem figyeled a hitboxot, mert csak azt fókuszálsz, hogy az ember magát találd el, és az a biztos hitbox. És erre tanítottak meg a rifle-ok. Tehát, hogy egyszerűen úgy célozz, hogy a hitboxot magát, nem arra mész, hogy hitboxot találjál egy golyszórásnak, hanem arra mész, hogy az ember találd el, mert haza tuti, mert másképp nem megy. Nos, ez volt a rifle-ok lényege, ez, ami jelzik a mostani Call of Duty-ból, ez az, amiért a régi játékosok, az öreg játékosok, mint én, sírnak, és ez az, amiért azt mondjuk, hogy manapság a kodhoz nem kell olyan szintű skill, már a kod 4-hez sem kellett annyira olyan szintű skill, mint például egy kod 2-höz. Nem kell annyit tanulni, nem kell már annyit tanulni, mert skill az kell valamilyen szempontból, de nem kell már annyit tanulni, nem kell annyit killódni, mint amit killódtunk annak kod 2-ben, kod 1-ben, mert oda is visszamentem, hogy lássam, hogy honnan indult ez az egész. És nem kell annyit killódni, és tanulni, és megérteni a fegyver nek a játék stílusán hogyan kell játszni vele, mint az új kodokban. Tehát azért elég masszív különbség volt. Úgyhogy ezért mondom részemről, mint öreg játékos, hogy úgy mondom, és Counter-Strike és Chill játékosok számomra le a kalappal, igen, ők tudnak játszani, mindenki más tud félreértés, elesség, szóval ez nem múlik semmi, csak van egy réteg, amiről azt mondom, hogy respekt, amikor ellenük játszunk, és örülök, hogy leölöm őket egyszer, és ezek tényleg azok a core gamerek, azok a öreg rókák, akik részt vettek annó a COD 2 indulásával, a Counter-Strike felemelkedésében, stb. Na, ők egy másik stílusban játszanak, egy másik világban játszanak. Már én is, hogy úgy mondjam, a Call of Duty multiplayereknek egy ilyen új szülöttje vagyok, hogy úgy mondjam, a COD 4 által, mert végülis én abban emelkedtem, csak mivel szeretek megismerkedni a dolgokkal, visszamentem játszani a régiekkel is. Egyrészt, hogy tanuljak valamit, és ott döbbentem rá, hogy mennyi mindent kell még megtanulnom, és csak idővel sikerült is valamilyen szinten. Remélem élveztétek a sztorit. Következő videóig, sziasztok!